A komáromi napok keretében sakkversenyt rendeztek április 27-én az Arany 17 rendezvényközpontban. A cél a sakkélet fellendítése volt. Észak- és Dél-Komáromból egyaránt érkeztek résztvevők, köztük Fidemester címmel rendelkező játékosok is, akik szép eredményeket értek el a megmérettetésen. Ez az esemény új lendületet adott a helyi sakkéletnek, és összehozta a közösséget a játék szeretete körül. A sakkverseny ékes bizonyítéka, hogy Észak- és Dél-Komárom összetartozik. A játék, a kapcsolat és a szeretet nem ismer határt, fogalmazott Gál László, a Komáromi Kulturális Kft. Munkatársa az eseményen. Több szinten vannak foglalkozások, jellemzően 1800 élőpont alattiak és kezdők is jöhetnek, tehát 1800 élőpont alattiak számára kezdőszinttől. Korosztály tekintetében is nagyon vegyes, óvodás részvevő is volt, illetve nyugdíjas is. Foglalkoztunk például a legkezdőbbekkel, lépésmódokkal, illetve belementünk megnyitás alapokba, kicsit haladóbbakkal, már azzal is foglalkoztunk, hogy mondjuk bizonyos taktikai motívumokban hogyan tudnak ötletet találni, hogy megtalálják a feladványnak a megoldását, illetve van még tervben végjáték ismeretből több tematikus foglalkozás, illetve megnyitás csapdákkal foglalkoztunk még, és ezekből is lesz még folytatás, illetve olyan érdekes állásokkal is van ötlet, ahol így van benne valami különlegesség, akár valami logikai feladvány jellegű. A sakkverseny résztvevőit dr. Molnár Attila polgármester is köszöntötte. Nagyon örülök neki, hogy most elkezdődött újra egy picit a saknak a hagyományait itt újra éleszteni a városban, úgyhogy bízom benne, hogy itt az Észak-Komárom barátaink segítségével is sikerül akár az összetartozást úgy is szimbolizálunk, hogy egy erős jó kis sportklubbal, sakklubbal Komárom újra ott lesz majd a sak nagyhatalmak között, fellegvárak között. Az eseményt a Komáromi Kulturális Közhasznú Nonprofit Kft., a Komárom-Esztergom megyei sakkszövetség, valamint Komárom város önkormányzata is támogatta. A versenyen a következő eredmények születtek. Az U14-es korosztályban első lett Varga Máté, második Kürti András, harmadik helyezett pedig Kürti Dominika. A felnőtteknél harmadik helyezett lett Jakab Béla, második Balog Péter, a dobogó legfelső fokára pedig Molnár Ernő Fidemester állhatott fel. A díjátadót követően Bagi Máté, nemzetközi mester, szimultán sakkozott a résztvevőkkel. Máté a legutóbbi magyar bajnokságon a 11. helyezést érte el, izgalmas kihívást jelentett a játékosoknak. Ez a szimultán, ez azt jelenti, hogy egyszerre játszik valaki több ellenfél ellen. Jellemzően ezt erősebb játékosok szokták vállalni. Máté azon túl, hogy komáromi, nem csak Komáromnak a legerősebb játékosa, hanem benne van az országban a 40 legjobb aktív versenyző között sakkból. Ez kb. Így azt jelenti, mintha így 240 ezer emberenként lenne az országban egy ilyen jó játékos, mint amilyen játékerőt ő képvisel. És akik ellene felveszik most a versenyt, ők jellemzően vagy élőpont nélküli játékosok, lelkes amatőrök, vagy pedig olyan élőpontjuk van, ami lényegesen alacsonyabb annál az élőpontnál, amivel Máté rendelkezik, ez 2400 fölötti. A Komáromi Sakklub a jövőben is folytatja tevékenységét. Május 18-án 10 órakor a Generációk házában várják az érdeklődőket, mely ideális lehetőség a sakk szerelmeseinek, a közösséghez csatlakozásra és a játék fejlesztésére.